Mától már hétvégenként sem közlekedik Miskolc egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága, a lilafüredi erdei kisvasút. Az Echo Televízió információi szerint az Észak-Erdő ZRT a kormány több tízmilliós elvonása miatt kényszerült a teljes téli leállásra. A kisvasutat várhatóan csak jövő tavasszal indítják ismét útnak. Már kora reggel hosszú sorokban várták az utasok a menetrend szerinti utolsó kisvonat indulását a miskolci végállomáson. A jegyek megváltása után csak nem 100-an indultak útnak a mintegy 14 kilométeres erdei szakaszon. Az utasok többsége és főként a kisgyermekes családok szerint ezzel a döntéssel sokak szabadidős programját vették el. Nagyon szomorúak vagyunk, mert nagyon szeretünk kijárni, meg mindig szoktunk jönni kis vonattal. És hát tavasszal fog üzemelni úton. Tehát, hogy áprilisban akkor fog beindulni. Sajnos most télen nem jár, mivel a pénzügyi támogatást megvonta a kormányunk, tehát ennek folytából csak ilyen külön rendezvények alkalmából tud járni a vonat. Akadnak olyan turisták is, akik szerint a város vezetése sem tett meg mindent a kisvasút tovább üzemeltetéséért. Nem örülünk neki, egyáltalán nem örülünk neki. Ráadásul úgy, hogy eddig ugye így volt éveken, évtizedeken keresztül. Az önkormányzat támogatását hiányoljuk. Az elmúlt évtizedekben a lilafüredi állami erdei vasút egész évben minden nap közlekedett. Azonban a lilafüredi és a pálházi kisvasutakat működtető Észak-Erdő ZRT működési támogatása az utóbbi években folyamatosan csökkent, majd 2007-től teljesen megszűnt. Ennek a két erdei vasútnak az üzemeltetésére az elmúlt időszakban 36 millió forintot kapott az Észak-Erdő ZRT az FVM keretéből. Ez ugye most második éve 0 forint. A szűkülő anyagi lehetőségek ellenére mégis az országban egyedülálló módon az európai normáknak megfelelő akadálymentesítést is megvalósították. A kisvonat utolsó szerelvényét ugyanis a mozgáskorlátozottak részére tartották fent. Lilafüreden már az elmúlt szezonban is üzemszünetekre kényszerültek, igaz, ez ekkor még csak a téli hétköznapokra terjedt ki. A források fokozatos elapadása pedig teljes leállásra kényszerítette az Észak-Erdő ZRT-t.